kedvenc saját dalomat fogom eljátszani nektek, melynek címe Happy End. Mi más? Amúgy már megy a felvétel? Jó. A muzsikusnak dalból van a lelke, szól a régi sláger. Ha ez igaz, akkor legújabb szereplőnkre hatványozottan az. Zsombok Réka, Zséka, kameránknak mesélt gyermekkori dallamokról, a gyerekek bölcsességéről, félelmekről és természetesen a lelki táplálékokról. Áron nevű öcsémmel, ő is amúgy nagyon szépen, vagyis ő nagyon szépen zongorázik, mert én sajnos nem, de ő meg sokat zongorázott. És hát vele kezdtünk el együtt dalokat szerezni, már ilyen 7-8 éves korunkban, és fúra megcsináltuk a dalokat. Én megírtam a szöveget, a dallamot, ő megcsinálta a harmóniákat, hogy mi már 6-7-8 évesen dalokat kezdtünk el írni otthon a családnak. Tehát ilyen bagatell, meg ilyen kis dolognak tűnik, de így visszagondolva azért egy 8 éves gyerek megír egy komplett dalt, azért az úgy jelent valamit, és hogy ezen azért érdemes elgondolkodni, hogy tovább kellene menni ezen az úton. De a népdalos vonallal indult ez az egész, és így tökre megtetszett ez a verseny szellem, hogy akkor másokkal kellett versenyezzek. Akkor eresztettem ki először ugye a hangomat, és az, hogy igazából mit énekek, vagy miről énekek, akkor még az nem is volt annyira releváns. Nyilván egy kisgyerek voltam, és úgy nagyon nem tudtam még így átérezni a zenét, csak szerettem csinálni. Én mindig is vidéki lánynak fogom szerintem magam tekinteni. Mindig is vágytam egyébként a nagyvárosba, mindig imádtam utazni, mindig szerettem volna. Ez egy nagy álmom egyébként, hogy bejárjam az egész világot, meg én nagyon szeretek mindenfele menni, meg világot látni, új emberekkel találkozni. Ez egy érdekes dolog itt szerintem a környékben, hogy itt szerintem Békésmegyében iszonyatosan jó zenészek vannak, és jó énekesek is. És valahogy az a nagy átütő siker ebben a régióban nem jellemző. Tehát valahogy így, ez egy ilyen, úgy képzelem el, vagy úgy tudnám ezt elmondani, hogy ez egy ilyen burok. A mediterrán zenekarban éneklek jelenleg. Velük azt hiszem, hogy másfél éve kezdtünk el együtt muzsikálni, de lehet, hogy hülyeséget mondok, nem vagyok jó a számokban. Van a Single Ladies produkció, ez a Csaj Trium, a Molnár Katival és Ráczanival, ő két helybéli, békési énekeslány és nagyon-nagyon jó barátnőim. Velük alkotunk így egy triót, és hát ugye vannak a szóló produkciók. Én imádom a gyerekeket egyébként, annyira szeretek velük együtt lenni, tehát a gyerekek olyan szinten tanító mesterei szerintem az életnek, hogy az valami döbbenet. Zséka életében a zenekari formációk és a looperes gyermekműsorok mellett központi szerepet kapnak a szóló fellépések, különös tekintettel az utcazenei performanszokra. 2019-ben volt az első Egerben, és ott rögtön el is hoztam a legjobb szóló duó díjat. És az én nagyon meghatározó volt így az életemben, és akkor így belecsöppentem ebbe a világba, megéreztem az ízét, és akkor utána, mint a lavina, jött a többi. Aztán elindultam a Szegedin, ott elhoztam a fődíjat. Tök jó érzés, amikor bármelyik pillanatban megragadhatod valakinek a figyelmét, és sose tudhatod, hogy éppen melyik dalod, melyik mondat fog valakinek betalálni, tetszeni. Hogy én szeretem látni az embereket, szeretek az emberek szemébe nézni. Földön túli dolog egyébként, hogy a mai napig az van, hogy bármelyik dalomnál felidézem, hogy ez hogy készült, hogy én ezt hogy írtam meg, szinte nem tudnám elmondani, mert annyira nem belőlem jön ez, hanem valahogy így kapom az infót, hogy éppen mit kell leírjak, mert már, hogyha egy olyan közösségbe vagy, ahol olyan emberek vannak, mint te, és ugyanúgy gondolkoznak, mint te, az iszonyatosan fel tud tölteni. Tehát egy csomó apró dolognak így az összessége. Meg hát az ima, rengeteg ima, hálaadás. Fú, nagyon, nagyon soknak. Sok mindenből tudok táplálkozni. Nem tudom, valahogy azt érzem, hogy nem lehet csak az életemnek az értelme, hogy itt elzenélgetek, és ukulelézgetek, és ide megyek felépni meg oda, hanem ezennél sokkal többnek kell, hogy legyen. Köszönöm nektek, és mindenkinek, aki szereti.
Kutatod az élet értelmét, keresed a boldogságot, pedig azt sem tudjuk, mit jelent. Ki tudja az igazságot, az életet élni kell, nem megérteni. Hamarabb elszalad, mint az bárki képzeli. Happy end az egész élet, csak te döntesz, szeretnél-e boldog véget.